Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Bölcsőde lesz a faluban, közel 380 millió forintból épül új kisdedóvó Bátán. 80 éve volt a Doni katasztrófa, csaknem 250 ezer magyar hazafira emlékeztek. Újabb fejlesztések a TAR Kft-nél, ezúttal a Szigetvári járás 35 településén zajlottak beruházások. Elfogták a csalókat, 24 embert vert át a trió. Közel 380 millió forintból épül új bölcsőde Bátán. A Tolna megyei faluban az elmúlt évben háromszor annyi gyermek született, mint az azt megelőző esztendőkben, így hamarosan nagy szükség lesz a kisdedóvóra. A beruházásra a Top Pluszon nyertek vissza nem térítendő támogatást. Az előkészítő munkálatokat már el is kezdték. Bár most még csak egy üres romos ház, hamarosan gyerekzsivajtól lesz hangos a terület. Itt épül ugyanis nem sokára az új bátai bölcsöde. A terület és településfejlesztési operatív program pluszba benyújtott pályázatán nyert a falu 379 millió forintot, hogy létrehozzák a kisdedóvót. Az elmúlt évek tendenciája azt mutatja, nagy szükség lesz az intézményre. A tavalyi évben 20 gyerek született Bátán, ami kiemelkedő év volt, hiszen az előző évekhez képest ilyen 3-5-6 gyerek született. Hát hál' Istennek jönnek vissza a fiatalok a településünkre, a bátai fiatalok leginkább. Eddig az óvodában biztosítottak helyet a legkisebbeknek, hiszen ott a három csoportszobából csak kettőben foglalkoztak az óvisokkal. Azonban a gyermeklétszám növekedése miatt hamarosan mindhárom csoportszobára szükség lesz, de a bölcsődei szolgáltatásra is igény van, így azt is biztosítani kell. Az előkészítő munkálatok már el is kezdődtek. A közbeszereztetésnek az elindítása, aztán a kiviteli tervnek a jóváhagyása, tehát elindult a folyamat, és én nagyon szeretném, hogy azért... Hát ez év végére, vagy jövő év elejére ez a projekt elkészüljön. A 300 négyzetméter alapterületű intézményben 14 bölcsödést tudnak majd ellátni, és ezáltal új munkahelyeket is teremtenek majd a faluban. Zebrángázoltak el egy nőt Kakasdon csütörtök reggel. A kocsi fékezés nélkül csapódott neki reggel 7 óra magasságában a szabályosan közlekedő járókelőnek. Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett, mentők szállították kórházba. A helyszínelés idején a forgalom félpályán rendőri irányítás mellett haladt. Ha nem vezetnek eredményre az Erasmus ösztöndíjjal kapcsolatos tárgyalások az Európai Unióval, akkor a kormány kifizeti az ösztöndíjak költségét, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek nevezte azt, ami ebben az ügyben történik, megjegyezve, hosszan lehetne sorolni azokat a nyugat-európai egyetemeket, ahol aktív politikusok ülnek a kuratóriumokban, a fenntartó testületekben. A miniszter hangsúlyozta, amikor az Európai Bizottsággal megállapodtak, az összeférhetetlenségi szabályok esetében úgy járt el a magyar kormány, ahogy azt Brüsszel kérte. Remélik, hogy csak félreértésről van szó, és gyorsan tisztázható a kérdés. A kormány az Erasmus ösztöndíjak költségét kifizeti, tehát ugye a jelenlegi helyzet, hogy teljesen világos legyen az, hogy miután az idei évre vonatkozó ösztöndíjakat már tavaly aláírták, ez semmilyen tanácsi határozat, bizottsági vélemény nem érinti. A jövő évi Erasmus ösztöndíjakra vonatkozik a mostani döntés. Ezt előrejelezzük, hogy ha nem lenne az ügynek addig megoldása, amit magunk részéről nehezen tudunk elképzelni, akkor ezeket Magyarország meg fogja előlegezni, illetve ki fogja fizetni. Közel 250 ezer magyar hazafi veszett oda, vagy tűnt el 1943. január 12-én a Donkanyarban. Számtalan katonát vezényeltek Tolna vármegyéből is a háborús övezetbe. A 80. évfordulón sokan rótták le tiszteletüket a hősi halottak előtt Szekszárdon. Haragszik és túlfúl az Isten, vagy csak talán alszik az égben.
A Doni áttörés 80. évfordulójára emlékeztek meg a Tolnai vármegye székhelyen. 1943-ban ezen a napon mértek megsemmisítő támadást az oroszok a II. Magyar Hadseregre. Rengeteg katona halt meg, vagy tűnt el akkor, hátrahagyva családjukat, vagy éppen születendő gyermeküket. Mindenkit számba véve több mint 250 ezer életetejében lévő, családja által kincsként szeretett férfi küzdött vélt vagy valós nemzeti érdekünk védelmében oly távol hazájától, amilyen messze jeruzsálemi András királyunk óta nem járt magyar vitéz. A Donkanyarban ekkor négyszer annyi magyar hazafi veszett oda, mint az 1526-os Mohácsi csatában. Az eseményt, mint minden évben, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezte. Ez egy akkora vérveszteséget okozott az országnak, amelyet évtizedekbe tellett, mire kihevertek azok a családok, akik ugye elvesztették férjüket, édesapjukat, testvérüket, és éppen ezért ezek kiemelt fontosságú esemény kell mindig maradni az emlékezetünkben. Ezt a hagyományt folyamatosan ápolnunk kell, és mi ezért, mint kulturális központ, mindig szívesen teszünk. A megemlékezésen koszorúval rótták le tiszteletüket a hősi halottak előtt a megjelent oktatási intézmények, civil szervezetek, a város képviselői és magánszemélyek is. Kiemelten ellenőrzik jövő héten a NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a piacokat és az élelmiszerboltokat. A revizorok megvizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Ellenőrzésekre elsősorban Szekszárdon, Tamásiban, Dombóváron és Bonyhádon kell számítani. Elérhetőek a friss SZIA bevallási információk a NAV honlapján, és akik az adóhatóság által elkészített tervezet felhasználása helyett maguk szeretnék elkészíteni bevallásukat, már hozzáférhetnek a 22 SZIA bevallás webes kitöltő programjához, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A bevallás kitöltése jóval egyszerűbb, ha a NAV SZIA bevallási tervezetét veszi alapul az adózó, mely nem csak magánszemélyeknek készül. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is készül tervezet, de náluk ahhoz, hogy a tervezetből bevallás legyen, azt beküldés előtt mindenképpen ki kell egészíteniük a tavaly szerzett jövedelmek adataival. Az SZIA bevallási és befizetési határidő egységes valamennyi adózó számára 2023. május 22-e. A szigetvári járás 35 településén épített ki szupergyors, optikai internet és televízió hálózatot a szekszárdi székhelyű TAR Kft. A telekommunikációs cég a beruházás sorozatra több mint 870 millió forintot költött, aminek jelentős részét pályázati pénzből finanszírozták. Napjainkban már a kis településeken is fontosan megbízható, gyors internet elérés, hangzott el a TAR Kft. Rendezvényén Szent Lászlón. Bogyka Peterden például a lakosok nagy többsége jelezte erre vonatkozó igényét. Gond volt eddig az internet szolgáltatással, nehézkesen tudtuk igénybe venni, és most végtelenül nagy a várakozás. Bogyka Peter települése ről beszélek, és óriási az érdeklődés, hogy legyen egy minőségi szolgáltatás ezen a területen. Ebben most a szekszárdi székhelyű szolgáltató nyújt segítséget. Mint azt Tar János stábunknak elmondta, az elmúlt évben a szigetvári járás 35 településén építették ki az ehhez szükséges hálózatot. Ez azt jelenti, hogy az érintett településeken elérhető a legmodernebb 1 gigabites internet, TV és telefonszolgáltatás. Ez abszolút modern optikai gerinchálózattal készült. Három kis központot hoztunk létre a területen, és ezek segítségével látjuk el az ügyfeleket. Ezek gyakorlatilag légkábeles hálózatok, amelyek ezen keresztül érjük el az ügyfeleinket. Mindez a Széchenyi 2020 gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében valósulhatott meg. A kormány célja ugyanis az, hogy minden kis településen biztosítsák a szupergyors internetet. Azokon a településeken jelent meg ez a szupergyors internet, ahol a cégnek magának nem lett volna érdeke, egy cégnek se,
kiépíteni. Ugye a járásközpontokban, nagyvárosokban ez a szolgáltatás ez már régeség működik. Azonban a kis településeken nagyon sokáig kérdés volt, hogy lesz-e valaki, aki használni fogja, lesz-e a lakosság körében, a vállalkozók körében, lesz-e olyan felhasználói réteg, aki ezt használni fogja. Éppen ezért ez állami támogatás kellett, hogy ez a hálózat kiépüljön. Már vannak is érdeklődők a szolgáltatások iránt. Egyfajta mozgó ügyfélszolgálatként működik ez a kis busz, amely már 9 településen járt decemberben, és 60 ügyfél szerződést is kötött. Ők a következő hetekben már használhatják az igényelt szolgáltatást. Csütörtöktől pályázhatnak a falusi kisboltok működési költségeik támogatására, közölte a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos szerdán. Gyopáros Alpár közleményében úgy fogalmazott, az orosz-ukrán háború és az arra válaszként adott brüsszeli szankciós politika komoly gazdasági kihívások elé állította az egyébként is tőkeszegény és versenyhátrányban lévő falusi kisboltokat. A kormány ezért úgy döntött, hogy további segítséget nyújt számukra annak érdekében, hogy a Magyarország legkisebb településein élők számára is biztosított legyen a mindennapos élelmiszerellátás. Tudatták, a működési támogatásra minden üzlettulajdonos pályázhat, aki 2000 fő alatti településen működtet olyan kisboltot, ahol jellemzően napi fogyasztási cikkeket, alapvető élelmiszereket értékesítenek. Üzletenként 1 millió és 3 millió forint közötti az elnyerhető támogatás mértéke, mely egyszeri, egyösszegű, 100%-ban előfinanszírozott, vissza nem térítendő, önerőt nem igényel. Huszonnégy embert, köztük Tolna vármegyei lakosokat is átvertek a nyírségi csalók. Volt, akiket meg is zsaroltak, másoknak pedig a személyes adataikkal éltek vissza, illetve drogot is találtak náluk az egyenruhások. Még 2022. április elején tett feljelentést egy sárpilisi férfi. Az interneten eladó rakodógépet szeretett volna megvenni, a hirdetővel meg is egyeztek az árban, és át is utalta az előleget. Az eladó ezt követően elérhetetlenné vált, így a férfit 700 000 forint kár érte. Néhány nappal később a sértett lánya is jelentkezett a rendőrségen. Elmondta, hogy egy ismeretlen férfi telefonon hívta fel és megzsarolta. Azt mondta, a 10 millió forintot nem utalnak, akkor őt elrabolják, illetve az édesapjáik megölik. Aztán pár nappal később, amikor a rendőrség már nyomozást indított zsarolás büntette miatt is, tanúként hallgatták ki a nő férfi testvérét, aki elmondta, hogy őt is hívta egy ismeretlen férfi, tőle 5 millió forintot követelt, természetesen ebben az esetben sem utaltak pénzt. A szekszárdi rendőrök eljutottak egy 28 éves nyírbátori férfihez, akinek lakhelyén kutatást tartottak. Ott számos a csalással kapcsolatos bizonyítékot sikerült lefoglalniuk, valamint drogot is. A 28 éves nyírbátori férfit letartóztatták, ő azóta is börtönben van. Társa volt egy 18 éves nyírkátai nő, aki az élettársa, illetve egy 33 éves nyírpilisi férfi. Ők úgy vettek részt az ügyben, hogy ismerőseik adatát felhasználva különböző távközlési szolgáltatóknál előfizetéseket vásároltak, és az így megszerzett telefonszámokat használták a csalásokhoz. Mást arra vettek rá, hogy különböző bankoknál saját névre nyisson számlát, ahová utalhatják a csalásból származó bevételt, cserébe kisebb-nagyobb összegeket fizettek a számla tulajdonosnak. Kiderült az is, hogy néhányan kaptak csomagot, de az hamis volt, azonban a többséghez az áru nem érkezett meg. A társaság összesen több mint 4 millió forinttal károsította meg a mit sem sejtő áldozatokat. A trió tagjainak zsarolás és csalás büntette, valamint kábítószerbirtoklás és személyes adattal visszaélés vétsége miatt kell felelnie. Az Agrárminisztérium által életre hívott településfásítási program fontos része az országfásítási programnak, mely lehetőséget nyújt a kis települések zöldítésére, népszerűsíti az erdőtelepítési támogatásokat, mindezzel pedig hozzájárul a kormány céljához, hogy 2030-ra 27%-ra nőjön Magyarország fával borított területeinek aránya. Az első két ütemben több mint 1350 településen összesen 36 ezer sorfát ültettek el. Január 10-től pedig már regisztrálhatnak a program harmadik ütemébe a települések. 2023 tavaszán és őszén további 10 ezer darab sorfát ültethetnek el a 10 ezer fő lélekszámúnál kisebb települések, melyek a klímaváltozást és az eltérő helyi viszonyokat is jól tűrő 13 fafajból minimum 10, maximum 30 sorfát választhatnak a készlet erejéig.
A mostaninál nagyobb teret kell engedni idehaza a megújuló energiaforrásoknak, ezt mondta az LMP országgyűlési képviselője szekszárdi sajtótájékoztatóján. Gulyás Róbert, a párt szekszárdi tagja pedig arról beszélt az eseményen, hogy szerinte szigetelni kellene a Mikes utcai idősekházát. Fel kell gyorsítani a zöld átállást, az LMP országgyűlési képviselője szerint. A fővárosban élő Bakos Bernadett erről szekszárdi sajtótájékoztatóján beszélt. Szerinte az elmúlt években a kormányzat nem fordított elegendő figyelmet a megújuló energiaforrások elterjesztésére, ezért most újra kellene szabályozni a nap és szélenergiával működő rendszerek használatát. Emellett Bakos Bernadett arról is beszélt, hogy pártja kidolgozott egy tervet, amivel a lakóépületeket lehetne szigetelni. Erre nagyjából 600 milliárd forintot kellene elkülöníteni, ebből 100-150 ezer lakást is le lehetne szigetelni, illetve akár mélyfelújítási munkákat is elvégezni, így sokkal hatékonyabb lenne nyilván a szigetelés is. Gulyás Róbert, az LMP önkormányzati képviselője, a közgyűlés éjjel-szekszárd frakciójának tagja, a sajtótájékoztatón azt mondta, a Tolnai megyeszékhelyen élők közül sokan rosszul szigetelt házakban laknak, és a helyi fűtőmű évente több 100 millió forintot fordít a szénmonoxid kvótára, ezért szerinte szükség lenne az épületek energetikai fejlesztésére. A legfontosabb Szekszárdon a lakások szigetelése jelen pillanatban. Az önkormányzatnak vannak olyan a Mikes utcában olyan lakásai, aminek gyakorlatilag nulla szigeteléssel rendelkeznek, megy ki a levegőbe a fűtés, és ez nagy problémát okoz az ott lakóknak. Az LMP politikusai ezek mellett arra kérik az embereket, hogy minél többen töltsék ki az általuk kezdeményezett zöld konzultációt. Regionális híreinkkel megyünk tovább. 7 kilométeres szakaszon újult meg az egykori bányaút, elkészült Komlón a bétai elkerülő. Nem kell nyelvvizsgázni a diplomához, záróvizsgázhatnak a dokumentum nélkül Pécsen. Egyre romlik a termőföldek állapota világszerte, Kaposváron tanácskoztak a témakutatók. Megépült Komlón a bétai elkerülő út, a 7 kilométeres szakasz felújítása kormányzati támogatásból valósult meg, a kivitelezők határidő előtt elkészültek a munkálatokkal. A beruházás célja, hogy megkönnyítse a helyiek és környékbeliek közlekedését, valamint hogy csökkentse a belvárosi teherforgalmat. Az egykori bányaútból Komló elkerülője épült meg az elmúlt években. A bétai út felújításának köszönhetően csökken a belvárosi teherforgalom, illetve az autósok közlekedése is felgyorsul. A kivitelezők határidő előtt befejezték a munkálatokat, most pedig hivatalosan is átadták a forgalom számára. Ez a bétai út ugye 7 kilométernyi útszakasz, amely könnyű belátnunk, hogy közel 4 hektárnyi alapterületű új aszfaltot kapott, 39 ezer négyzetméternyi új aszfaltot fektettek le a kivitelezők, és a 7 kilométeres útszakasznak mindkét oldalán az 5,5 és 6,5 méter szélességi útszakaszt még szegélyezi ugye új útpatka, illetve a 7 dombra épült város mentén, ugye itt a Dimbes-Dombos útszakaszon a csapadékvíz elvezetést is teljes körűen meg kellett újítani. 2020 novemberében egyébként 3 milliárd 460 millió forint kormányzati támogatás érkezett Komlóra, összesen 4 beruházásra. Ezek közül az egyik a bétai út, amelyre 1,6 milliárd forint jutott ebből az összegből. Amikor a közbeszerzést lefolytatta a város, és kiderült, hogy a tervekhez képest olcsóbban kerül megvalósításra ez a beruházás, nagyságrendileg 300 millió forintot ebből az 1,6 milliárd forintból egy kérés után visszamentünk a kormány elé, és azt egy másik beruházásra, ide komlói beruházásra ezt átcsoportosítottuk, tehát ez a pénz is itt maradt Komlón, és a komlóiak jólétére kerülhet elköltésére. Még két projekt zajlik a városban, melyek részesültek a kormányzati támogatásban. Az egyik a Kaptár civil és kulturális központ létrehozása, a másik pedig a Dínó központ, amelyet a komlói könyvtárban terveznek kialakítani. A diplomák kiadásának nem lesz központi feltétele a B2-es nyelvvizsga, ezt szavazta meg az országgyűlés tavaly decemberben. A hatályos törvény szerint a diplomák kiadásának előfeltétele csupán a záróvizsga teljesítése. Eddig a felsőoktatási törvény szigorúbb feltételeket szabott meg. Alapszakos diplomát csak az szerezhetett, aki a záróvizsgán átment, és legalább egy B2-es komplex nyelvvizsgát is szerzett.
Megkérdeztük a Pécsi Egyetem oktatási igazgatóját, hogyan érinti a változás az intézmény hallgatóit. Kiderült, hogy valójában haladékot kaptak a módosítással a végzősök, de ez nem tart sokáig, ha az intézményben úgy döntenek. A nyelvvizsga megszerzése és a diploma kiadása, így nézett ki a sorrend a felsőoktatásban tavaly decemberig. Nem kaphatta meg a végzettségét igazoló dokumentumot a hallgató, amíg nem mutatta be az idegen nyelvi tudását igazoló papírt. Ezen változtattak a törvényhozók tavaly decemberben. A Nemzeti Felsőoktatásról szólt törvény 2022. decemberében módosult arra, hogy azok, akik 2021. augusztus 31 és 2023. augusztus 31 között záróvizsgát tesznek, és az ő záróvizsgájuk után az oklevél megszerzésének feltétele a nyelvvizsga, azok mentesülnek ezen követelmény alól. Vagyis, akik ezen időszak alatt záróvizsgát tesznek, számukra sem tantervi, sem más nyelvi követelmény nem támasztható, mondja az oktatási igazgató. Azonban figyelni kell a határidőre, hiszen 2023 őszétől ismét változás jön majd. Tehát akik 2023. augusztus 31-ig záróvizsgát tesznek, az ő esetükben nem, de akik ezen határidő után tesznek záróvizsgát, azok számára előírható tanterv részeként, tehát tanterv módosítással bizonyos nyelvi követelmény. Viszont ennek a biztosítását az intézménynek kell állnia, tehát az intézménynek a nyelvi felkészítést biztosítania kell. Az oktatási igazgató elmondta, ez a nyelvi követelmény ősztől nem felmenő rendszerben kerülne bevezetésre. A tanterv része lesz azoknál is, akik már az intézmény hallgatói és záróvizsgára jelentkeznek a következő tanévben. Megviseli az aszály és a gyakori felhőszakadás, rombolja az erózió és terheli a sok műtrágya. Világszerte egyre rosszabb állapotban vannak a termőtalajok. Az emberiség pedig kevés erőfeszítést tesz, hogy ezen javítson. A témában nemrég konferenciát szerveztek Kaposváron. Adatokat gyűjt a hazai termőföldek állapotáról, majd egy adatbázisba rendezi az információkat az Agrárminisztérium. A talajtérkép célja, hogy a szakemberek minél célzottabban segíthessék majd azokat a területeket, ahol nagy szükség van a beavatkozásra. A termelőinknek és az agráriumnak az egyik legfontosabb termelőeszköze a talaj, aminél nincs fontosabb, amivel dolgoznunk kell, ugyanakkor vigyáznunk is kell rá, hiszen ez az alapja annak, hogy hatékonyan és fenntarthatóan gazdálkodjunk. A talajok rossz állapota nemzetközi jelenség, amelyhez a föld túlnépesedése is jelentősen hozzájárul, hangzott el a kaposvári konferencián. Ezt a rengeteg embert etetni kell. A környezetet, ez a 8 milliárd ember a Földön, az ipar, a gazdaság és általában a hétköznapi élet miatt annyira átalakította, hogy a Földön jelentős a biodiverzitás vesztés, felborultak a biokémiai tömegáramok, és az éghajlat olyan mértékben változik, amit a Föld kezelni már nem képes, és az emberiség pedig szemmel láthatólag, ha tudja is a receptet, nem akarja alkalmazni. A talajok témakörét a MATE kaposvári kampuszán több szempontból is kiemelten kezelik. A kaposvári konferencián több mint 10 hazai és francia szervezet, illetve intézmény képviseltette magát előadókkal és szakmai tanácsadókkal. Végül mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Bölcsőde lesz a faluban, közel 380 millió forintból épül új kisdedóvó Bátán. 80 éve volt a Doni katasztrófa, csak nem 250 ezer magyar hazafira emlékeztek. Újabb fejlesztések a TAR Kft-nél, ezúttal a Szigetvári járás 35 településén zajlottak beruházások. Elfogták a csalókat, 24 embert vert át a trió. Pénteken általában erősen felhős égbolt lesz felettünk, késő délutánig nem valószínű csapadék, majd kora estétől gyenge esők várhatóak. Hajnalban vékonyodni kezd a felhőzet, miközben élénkülő északnyugati szél támad majd. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat és keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!